Zajlik a felkészülés az iskola év nyitására a Szekszárdi Garai János gimnáziumban. Az idei esztendőben 513 tanuló kezdi meg a tanulmányait az intézményben. Hogy egész évben járnak-e iskolában, még a jövő kérdése, hiszen arra lehet számítani, a koronavírus járvány miatt ismét távoktatásra kerülhet sor. Heyman Józsefné azt mondja, az eddigi tapasztalatok sokat segítenek az idei esztendőben. Tapasztalatok megvannak, sőt, ugye kiegészítettek az érettségi tapasztalatokkal. Ősszel mi ismét érettségi vizsgaközpont is vagyunk, úgyhogy ez sem fog gondot okozni, de gyakorlatilag a tanárok is felkészültek, én úgy gondolom. Az iskola kezdésre vonatkozó kötelező protokollt megküldte az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelési intézmények számára. Ez kitér a kötelező fertőtlenítésre, a távolságtartásra és a maszkviselésre is. Nekünk nagy szerencsénk az, hogy régi patinás épület, vagyis nagy a belmagasság, nagy a légtér, és nagyon nagyok az osztálytermek, tehát általában 40 és 60 négyzetméter körül közötti osztálytermekről van szó. Így megfelelő távolságtartással ülhetnek be a gyerekek az osztálytermekbe. Az igazgatónő azt mondja, a rendezvények megtartásának lehetőségét kell átértékelni, és az is biztos, hogy sérülnek az iskola külkapcsolatai is.